Ha betéptem, nem éreztem semmit. Nem kellett a gyerekem elvesztésére gondolnom, arra, hogy mit teszek magammal, mit teszek a családommal. Csak azzal törődtem, hogy be vagyok tépve. Széttört kapcsolatokkal töltött évek vitték bele Jamie-t az önpusztításba. Kislányként egy zűrös családban, alkoholista mostoha apa mellett kereste a törődést. Emlékszem, nem igazán hittem, vagy éreztem azt, hogy szeretnek. Jamie-t gyakran a nagyszülőkre hagyták. Sajnos mostoha nagyapja kihasználta a szeretetiségét. Csinált velem dolgokat, de akkoriban úgy éreztem, hogy a nagyapám az egyetlen, aki törődik velem. Tudom, hogy borzasztó, de akkoriban... De... Így éreztem. Ezért nem szóltam senkinek. Tiniként azt gondolta, hogy igaz szerelemre talált barátjában, Gregben. 4 évig jártak, amikor Greg meghalt túladagolásban. Azzal, hogy teljesen eltűnt, újra átéltem a szeretetlenséget és a reménytelenséget. Egy másik fiúval került kapcsolatba, aki rászoktatta a fájdalomcsillapítókra. Míg Greg elvesztésével küzdött, függő lett. Nem tudtam gyászolni, helyrejönni, csak az űrt próbáltam betölteni. A gyógyszerfüggőség gyorsan crack és kokain függőségbe torkollott. 19 évesen terhes lett és fia született, de nem hagyta abba. Nem változott a hozzáállásom. Nem tudtam, hogyan szeressem a gyerekemet. Mert ha tudtam volna, akkor nem így éltem volna. 3 hónapos volt a kisfia, amikor a gyermekfelügyelet elvette tőle. A következő éveket függőségben töltötte. Egyik férfitől a másikig ment. Hazudtam, csaltam, idős férfiakat próbáltam kihasználni, ami csak kellett, hogy megmeneküljek az elvonási tünetek elől. Semmi önbecsülésem nem volt. Mindenre képes voltam, csak hogy betompuljak, és elkerüljem a felelősséget. 28 évesen letartóztatták a próbaidő megsértése miatt. A börtönben a tárgyalásra várva kijózanodott, és kezdett szembenézni az életével. Azt éreztem, hogy újra vannak érzéseim. Nagyon fáj, összetörtem, és kész vagyok megadni magam. Érezte, el kell mennie a börtönkönyvtárba, és ki kell vennie egy Bibliát. Olvasás közben bepillantást nyert az Istennel való életbe. Láttam már korábban másokat a sitten, akik Bibliát olvastak, meg ilyesmi. De most tudtam, hogy a Szent Szellem vonza a szívemet. Olvasni kezdtem a Bibliát, és persze akkor fogalmam sem volt róla, hogy mit jelent. De belül azt hallottam, olvas tovább, és ez örömöt, békességet és nyugalmat adott a szívembe. Egy gyógyulást és helyreállítást célzó programra ítélték 1 évre. Miután kikerült onnan, tovább olvasta a Bibliát, és 4 éven át tiszta is maradt. De újra kicsúszott a lába alól a talaj, és újra tablettákhoz, majd heroinhoz nyúlt. Egyszerűen nem tudtam rávenni magam, hogy csatlakozzak egy gyülekezethez, keresztény testvérnőkkel járjak az Úrban, mert úgy éreztem, nem vagyok közéjük való. Sokkal rosszabb vagyok náluk. Nem értettem meg, mennyire szeret Krisztus. Elmentem egy rehabra, ahol aztán elfogadtam Jézus Krisztust, nem csak megváltómnak, de Uramnak is. Belőle nyertem az erőt. Nagyon beteg voltam a heroin elvonás miatt, de ő végig ott volt velem. Nem csak olvastam a kegyelemről és irgalomról, de meg is tapasztaltam Isten kegyelmét ott, a rehabon.
Jamie tiszta maradt és csatlakozott egy gyülekezeti közösséghez. Később a fiával is felvette a kapcsolatot. Férjhez ment egy keresztény férfihoz. Azt mondja, Isten szeretetének az elfogadása gyógyította be azokat a sebeket, amelyeket oly régóta hordozott. Isten teljesen megváltoztatott. Jó anya vagyok, már tudom szeretni önmagam is a gyermekeimet. Jézus Krisztusban elfogadásra leltem. Teljes szívemből tudom, hogy szeret. Hibázhatok, tökéletlen vagyok, de nem kínzom magam emiatt, mert tudom, hogy Jézus Krisztus szeret és könyörül rajtam. Szeretett lény vagyok. Mindnyájan azok vagyunk.